Érkeznek a városi képviselők a közgyűlési teremhez péntek reggel. Rendkívüli ülésre hívták össze a testületet. Zárt ülésen döntöttek a Pécsi Közterület Felügyelet új vezetőjéről. Mint ismert, a régi vezetőt hivatali visszaéléssel és hivatali kötelesség megszegésével gyanúsította meg a rendőrség. A nyomozás még tart, ezért még nem lehet tudni, hogy valóban bűnös vagy sem. Ez aggályossá teszi a döntést, mondja a Fidesz frakció vezetője. Tudomásunk szerint semmilyen más egyéb ok, mint ez a bizonyos tény, hogy elindult vele szemben egy büntetőjárás, ez vezetett oda, hogy meg kellett hoznunk a felmentési döntést. Tehát, hogyha ez az ok, ez megszűnik és valótlanná válik, akkor ugye gyakorlatilag az ő munkájával mindenki elégedett. Én azt gondolom a városháza, nem tudok arról, hogy lenne az előterjesztésben sem volt más egyéb indok egyébként, ami a felmentési cél hozta volna. Új vezetőt neveztek ki meghatározatlan időre. Csizmadia Péter szerint más megoldást is választhatott volna a városvezetés. A célra vezetőbb lett volna, hogyha egy átmeneti döntést hozunk az új vezető szeméről, akár a jelenlegi állományból, akár, mint ahogy most történik, az egy külső szereplő bevonásával, de átmenetileg a büntetőeljárás lezárásáig terjedő időtartamra választunk valakit, és aztán pedig egy nyílt pályázaton biztosítunk lehetőséget, hogy minden arra önmagát alkalmasnak vélt személy elindulhasson, és akkor az önkormányzat tudjon egyébként egy több személyből választani, ki legyen a közterület új vezetője. Szerettük volna megkérdezni az ügyben a polgármestert is, de nem nyilatkozott televízióknak. Az önkormányzat közleményt adott ki. Ebben azt írják, a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény egyértelmű. A felmentésről szóló döntést az eljárás kimenetelétől függetlenül mindenképpen meg kellett hozni. Ennek a kötelességének tette eleget pénteki rendkívüli ülésén a pécsi közgyűlés. A Pécsi Közterület Felügyelet élére egy régi új vezető tér vissza. Schranz Richárd 2001 és 2014 között már ellátta ezt a feladatot a Baranyai megyeszékhelyen.